Energetikai fórum, a szaktárca és az MVM szakemberei tájékoztatták a vármegyei polgármestereket. Segítséget jelent a szociális tűzifa, Somogyba is érkezik a belügyminisztérium támogatásából. Fotókkal üzennek a sírkertek, a legjobb 20 kép látható a kaposvári keleti temetőben. Jó estét kívánok, Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Energetikai fórumot tartottak Lengyel-Tótiban az illetékes szaktárca, az MVM szakemberei és a Somogy vármegyei polgármesterek részvételével. A tájékoztatón a települések vezetői első kézből értesülhettek az energiaügyeket, energiapiacot érintő eseményekről, illetve az energiahatékonyság javítása érdekében elérhető megoldásokról, lehetőségekről. Az ukrajnai háború nyomán kialakult energiaáremelkedés nem csak a lakosságot, de az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozta. A tavalyi év végén és az idei elején számos településen kényszerültek úgy takarékoskodni, hogy saját fenntartású intézményeket, szolgáltató helyiségeket zártak be a téli időszakra. A kormány ugyanakkor folyamatosan azon dolgozott és dolgozik, hogy segítséget, mentővet nyújtson az érintett önkormányzatoknak, hangsúlyozta Cepek Gábor közigazgatási államtitkár a fórumon. A kormány eddig is számos intézkedést hozott azért, hogy az önkormányzatok ezen energiaválságban is talpon tudjanak maradni. Ezek között a legjelentősebb talán a rezsivédelmi alap és annak az önkormányzati támogatása, de határoztunk a földgáz és áramárak tekintetében a változó áru szerződések fixálási lehetőségéről, határoztunk a kedvezőbb kötbérfizetési szabályokról, és ezen túl a jövőben pedig mind az Európai Uniós büdzséből, mind pedig a hazai költségvetésből olyan fejlesztési programokon dolgozunk, amelyek az önkormányzati energiahatékonyságot segíthetik. Az energetikai fórumot megszervező Móring József Attila országgyűlési képviselő kiemelte, fontos volna, hogy a magyar rezsivédelem és ez a fajta szankciós politika Európa más országaiban is teret nyerjen. Azok a kormányzati intézkedések, amelyek részben a lakossági rezsicsökkentést, részben pedig az önkormányzatok, illetve a gazdálkodó cégek megsegítését szolgálták, azok elérték a céljukat. Az lenne jó, hogyha ez a szankciós politika európai szinten is visszatérne a normális kerékvágásba, és nem hozná az embereket, a településeket továbbra nehéz helyzetbe. A szakmai fórumon a többi között az energiapiaci folyamatokról, modernizációs megoldásokról és a zöld energia térnyeréséről is hallhattak részleteket a térség polgármesterei. Több helyen is terelésre és forgalomkorlátozásra számíthatnak a Balatonnál közlekedők az M7-es autópályán az Útinform tájékoztatása szerint. Siófok térségében a 98-as és a 107-es kilométer között a bal pályát lezárták. A Budapest felé tartókat a szemközti oldal belső sávjára terelik, amíg a határ felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé ezzel egy időben a szabadi pihenőt is lezárták, illetve a Siófok centrum csomópontban sem le, sem felhajtani nem lehet. Egy újabb szakaszon kezdődött burkolat felújítás emiatt Balatonlelle térségében a 132-es és a 138-as kilométer között Letenye felé vezető oldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munkavégzés miatt se le, se pedig felhajtani nem lehet az országhatár felé a 135-ös kilométernél lévő Balatonszemes Balatonlelle csomópontban. Balatonfenyves térségében megváltozott a terelés a 154-es és a 162-es kilométer között, immáron a Letenye felé vezető oldalban lezárva. A forgalom az ellenkező oldalon halad egy-egy sávon. Fontos, hogy a 160-as jelű Balatonfenyves csomópontban az ágzárások fennmaradtak, így jelenleg egyik oldalon sem lehet fel, illetve lehajtani. Új terelést építette ki Holládnál is. A 172-es és a 176-os kilométer között Letenye felé vezető sávokat lezárták, a járműveket átterelik az ellenkező oldal belső sávjára. Budapest felé a külső sáv járható. Komplex karbantartást végeznek november első hétvégéjén a déli pályaudvaron. A korlátozás miatt szombaton és vasárnap szünetel a vonatforgalom az állomáson. A vonatok nagy része a déli pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldre érkezik, és onnan indul a vidéki elővárosi célállomások felé. A déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld állomás között egész nap pótlóbuszok közlekednek, hajnaltól késő estig fél óránként indulnak.
A megváltozott menetrendek már elérhetők a MÁV honlapján, valamint a menetrendi keresőben és a MÁV applikációban is. Két héten belül megérkezik a szociális tűzifa Kaposszerdahelyre. A Kaposvárhoz közeli falu is sikeresen pályázott a belügyminisztériumnál, így több mint 1 millió forint értékben 38 köbméter fát tudnak majd szétosztani az igénylők között, akik szerint nagy segítség ez, hiszen egy-két köbméter faára is megtakarítást jelent a családok számára. A kaposszerdahelyi Sándor családnak is nagy segítség a szociális tűzifa. Az elmúlt évben még kellett hozzá vásárolniuk fát, de tudtak vele tartalékolni, így még maradt is belőle. Tavaly 2 köbméter fát kaptunk, nagy segítség volt, mert hát a téli tűzelő megvétele minden évben nehézséget okoz a nagycsaládosoknak, az egyedül élőknek, úgyhogy én nagyon örültem neki. A mostani enyhe időjárásnak köszönhetően is tudnak a fával sporolni, mondta a 3 gyermekes édesanya. Esténként, amikor így hidegebb van, akkor kell csak begyújtani, és hosszabb ideig lesz elég az a mennyiség, amit kapunk. A belügyminisztérium idei pályázatán mintegy 1 millió forint értékben 38 köbméter szociális tűzifát nyert el Kaposszerdahely. Ezt 24 igénylő között osztják majd szét. A település 100 ezer forintos önerőt biztosít ehhez, valamint a szállítási költséget finanszírozza. Ezt, hogyha leosztom a 38 köbmétert a 24 fővel, akkor 1,58 köbméter jön ki. Persze ez nem így fog alakulni, mert a hátrányossági szempontok felsorolása megtörtént minden igénylő lapon. Ezt a képviselőtestület ülésén fogja eldönteni, hogy ki hány hátrányos szempontnak felel meg, és vélhetőleg úgy lesz, hogy 1,5 köbméter lesz az átlag, de van, aki a 10 köbméter miatt lehet, hogy 2-t kap, de ez olyan is előfordulhat, ha sok gyermek van, hogy akár 3-at is. Ez persze csak néhány igénylő esetén lesz így. A szociális tűzifa program az 5000 fő alatti településeken élő rászoruló családok részére nyújt segítséget. 2300-2400 helyiségbe mintegy 200 ezer háztartáshoz jut el a tűzifa 2024. február közepéig, amihez a kormány 5 milliárd forint támogatást biztosít. Novembertől országszerte minden véradási eseményre elérhetővé válik az Országos Vérellátó Szolgálat online időpontfoglalási lehetősége. Azonban a rendszer használata nem lesz kötelező, és továbbra sem feltétel a véradásnak, tájékoztatta a szervezet az MTI-t. Azt írták, ez az újítás a véradás folyamatát tovább egyszerűsítheti, és a várakozási időt is jelentősen lerövidítheti, hozzájárulva a véradási elkötelezettség növeléséhez. Az OVS munkanapokon országosan 60-70 helyszínen biztosít véradási lehetőséget, amelyekre a folyamatos és biztonságos vérellátás érdekében napi 1600-1800 véradót vár. Az idei október a harmadik legmelegebb volt 1901 óta, írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook oldalán. Az összegzés szerint az októberi középhőmérséklet országos átlagban 14,1 Celsius fok volt, ami 3,4 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek átlagát. Országosan átlagban a harmadik legmelegebb október volt az idei, de az Alpok alján és helyenként a Dél-Dunántúlon a legmelegebb lett az 1901 óta mért adatok szerint, írták. Hozzátéve, hogy az ország legnagyobb részén 13 és 15 fok között alakult a középhőmérséklet, de a déli ország részben többfelé 15 fok felett volt a havi átlagérték. Az elemzés szerint az 1901 óta legmelegebb szeptemberrel együtt az ősz első két hónapjának átlaga 16,8 fok volt, ami 1,4 fokkal haladja meg a második legmelegebb 1932-es és az 1942-es évi értéket.
Az őszi hónapok egyik slágere a sütőtök. A háziasszonyok készítik sütve vagy krémlevesnek, de köretnek, valamint édességbe is használják. Kevesen tudják azonban, hogy a különféle savanyúságoknak is kiváló alapanyaga. Ságváron Krista Zoltán nem csak megtermeli ezeket a növényeket, hanem fel is dolgozza. Különösen ügyel arra, hogy minden évben legyen valamilyen újítás a feldolgozott termékek között. A legelső mustos termékünk az például a céklamustban volt, és az konkrétan úgy jött, hogy kint dolgoztam a kertbe, és azon filóztam, hogy rengeteg cékla van, valamit kéne vele csinálni. Jó, de mit? Van rengeteg must is, valamit kéne vele csinálni, de mit? Hát próbáljuk meg a céklát vörös mustban. És kipróbáltuk, és tök jó dolog lett belőle, és akkor ez már hozza magával a többi. Tehát abszolút így spontán nem rákészül az ember. Arra szoktunk figyelni, hogy általában minden szezonban legyen egy-két újdonság, hogy a vásárlóink ne csak a megszokott ízeket lássák, hanem találjanak valami újat is. 22 fotós, 118 képpel nevezett a Somogy Temetkezési Kft. És a Somogyi Hírlap temető üzenete pályázatára. Amatőr és hivatásos fotósok is megörökítették a somogyi sírkerteket. A legjobb 20 képet Minden Szentek napján mutatták be Kaposváron a Kereti temetőben. Elhagyott és működő sírkertekben is készültek az idei fotópályázat képei. Az alkotók Szabás, Nagybajom, Magyar Egres, Böhönyek, Kaposvár és Zselit-Szentpál temetőiben fotóztak. Jellemző volt a fekete-fehér ábrázolás. Mondhatjuk, hogy hagyományos módon az emberábrázolás hiányzott. Egyetlen egy képen volt található az összes pályázók képek közül ember, pedig ha belegondolnak, akkor azért ez rólunk szól, az, hogy búcsúzunk, az, hogy emlékezünk valakire, az az élőkről szól. A temetők üzenete elnevezésű fotópályázatot 12. alkalommal hirdette meg a Somogyi Hírlap és a Somogy Temetkezési Kft. Ez egy különleges, érdekes pályázat, megragadni azt a pillanatot, azt a részletet a temetőben, lévő jelképeken, a sírjeleken, a sírokon, a virágokon, a kihelyezett angyalkákon, vagy egy komplett temetői képet idehozni, bemutatni, különleges érték. Azért is tartjuk fontosnak ezt a fotópályázatot, mert a pályázaton keresztül eddig több mint 1000 fénykép érkezett be. Gyakorlatilag Somogy megye szinte összes temetőjét a fotósok megörökítik. A pályázatra 22 amatőr és hivatásos fotós 118 képet küldött be. Ezek közül szakmai zsűri választotta ki azt a 20 fotót, amely egy éven át látható a kaposvári keleti temetőben. Tudjuk, hogy az élet szerves velejárója sajnos a halál. De egyáltalán nem mindegy, hogy mikor, hogyan, milyen körülmények között következik ez be. Hogy bejárhattuk-e azt az utat, amit magunknak szántunk. És ha megnézik ezeket a képeket, ha megnézik ezeket a fotókat, akkor pontosan látni fogják. Ahány fotó, annyi üzenet. Ahány néző, annyi üzenet. De mindegyikben ott van a valóságkötöttség, ott van a legfőbb üzenet, általunk, nekünk a jövő szempontjait figyelembe véve fogalmazták meg az alkotók. A temetők üzenete fotópályázat első díját Lengyel Bálint kapta a Magyar Egresi Sírkertben készült Halottak napján Földig ér a tejút című képével. Második lett Koncsek Barna fotója, a harmadik helyezést pedig Szőkéné Farkas Dóra fényképe érdemelte ki. A pályázat eredményhirdetésén több külön díjat is átadtak. Energetikai fórum, a szaktárca és az MVM szakemberei tájékoztatták a vármegyei polgármestereket. Segítséget jelent a szociális tűzifa, Somogyba is érkezik a belügyminisztérium támogatásából. Fotókkal üzennek a sírkertek, a legjobb 20 kép látható a kaposvári keleti temetőben. Híreinket, valamint videóinkat megtalálják a Somogy Televízió YouTube csatornájára és Facebook oldalára kattintva is. Ennyi fért ezúttal műsorunkba, híradóval legközelebb hétfőn este várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!